Különleges és hasznos programhoz csatlakozott a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium. Egy vállalkozás fejlesztési projektben vesz részt az intézmény. Az Innomate program célja, hogy a középiskolások vállalkozói kompetenciáit fejlesszék. A témával kapcsolatban vendégeim Huszárné Kádár Ibolya intézményvezető és Tisza Zsuzsanna projektfelelős. Köszöntöm Önöket itt a 35 perc stúdiójában. Elsőként intézményvezető asszonyhoz fordulok, hogy miért gondolta úgy a Zrínyi Ilona gimnázium, hogy sok más egyéb hasznos dolog mellett még erre is vállalkoznak. Ez a múlt kett, tehát a 2020. február 4-e csak egyik állomása volt annak a közel most már fél évtizedes folyamatnak, amely a gyermekek, a tanulók számára hasznos ismereteket szeretne átadni. Azt gondolom, hogy szülők és a diákok előtt is ismert, hogy egyoldalú a gyerekek leterhelése, tehát sűrű, nagy a tananyag, és a kimeneti követelmények is nagyon kemények. Mi azt gondoltuk, hogy részben ezeket ellensúlyozandó, illetve kiegészítendő, olyan új ismeretekkel, de főleg jártasságokkal, képességekkel szeretnénk őket megismertetni, amit később a munkavilágában tudnak kamatoztatni. Nagyon gyakori az, hogy beszélgethetünk vállalatvezetőkkel, cégvezetőkkel, és arról panaszkodnak, hogy 3-4 diplomával, 2 nyelvvizsgával, de mégis valahogy felkészületlenül érkeznek a fiatalok a munkavilágába. Tehát, hogy nagyon nőtt a távolság a között, amit az iskola ad, és ebben a felsőoktatás is beleértendő, illetve azon kompetenciák, amelyeket a munkaerőpiac most vár el. Mielőtt konkrétan a projektről beszélgetnénk, én még azért azt megkérdezném, hogy ugye eléggé leterheltek a fiatalok, erről szó esett. Ez pluszként jelenik-e meg időben, vagy ezt be lehet építeni abba az időbe, amit ott töltenek az intézményben? Nagy fájdalmunk, hogy külön tantárgy csak a szakképzésben létezik. Mi úgy igyekszünk már, ahogy mondtam, egy fél évtized ezt megoldani, hogy ráfűzzük az iskolai életrendjére. Mondjuk ez a projekt, ez a gyermekek számára egy plusz szakkör lesz, de például nagyon jó lehetőség, hogy a tanévrendjében már megjelenik a pályaorientációs projektnap. Akkor ezt úgy igyekszünk összerakni, hogy valóban élményszerű, példakép alkotásra is alkalmas, vállalkozókkal, önkéntesekkel, öreg diákokkal találkozzanak, és nem csak a pályáról, hanem saját magukról is megismerhessenek dolgokat. Értik a fiatalok, a gyerekek, hogy ez mit adhat nekik? Igen, és élvezik. Most például még 12-ben létezik az önismeret, illetve bocsánat, az életvitel óra, az Arany János tehetséggondozó programban van tanulásmódszertan és életpályaépítés, és mi arra nagyon vigyázunk, hogy az osztályfőnöki órák sem csak annyiból álljanak, hogy a igazolásokat a krétanaplóban beixelgetjük, mert ezeket az ismereteket, készségeket, vendégek meghívását, kollégiumi foglalkozásokra, osztályfőnöki órákra meg lehet oldani, hogy behívjuk őket. Ha jól értem, akkor a gyerekek ezt önként választhatják, hogy részt szeretnének-e venni ebben a programban, vagy sem. Van, amit önként, de például a pályorientációs projektnap az rendes számozott tanítási nap, tehát ott mindenkinek kötelező a részvétel, de az előző évek tapasztalata az, hogy 2-szer volt már ilyen, nagyon szívesen és olyan aktívan vesznek részt, hogy ők maguk választhatják ki egy online felületen az iskola honlapjáról, hogy kihez mennek be, kiknek az előadását szeretnék meghallgatni, tehát nem kényszer, hanem az érdeklődés hozza össze az öreg diákot és a mostani tanulókat. Ezt a szakkört önkéntesen vállalják, és a múlt heti projektindítónap az pontosan egy ilyen nagy kedvcsináló volt. Fordulok a projektfelelőshöz, és kérdezem, hogy mi kellett ahhoz, hogy a Zrínyi Ilona gimnázium belekerülhessen abba a kis csoportba, nevezetesen 6 intézményről van szó, akiknél zajlik ez a program.
2014-től folyamatosan érzékenyítő jelleggel olyan szakköröket szervezünk, ahol már ezeket a vállalkozói kompetenciákat fejlesztjük. Gondolom, hogy ezeknek az eredményeképpen 2018-ban alakult a United Way Magyarország, és ennek keretében kerestek meg olyan intézményeket, ahol már volt előzménye ezeknek az úgynevezett soft skill készségeknek, képességeknek a fejlesztésére. Így kerültünk mi a képbe, és nagyon komoly szűrőmentünket pályázaton keresztül, és a régióban egyedülálló módon kerültünk be az országosan 6 kiválasztott intézmény köré. Hát akkor ez mindenképpen büszkeség, már az, hogy egyáltalán képbe került az intézmény, az, hogy kiválasztásra került az intézmény. Milyen készségekre kell itt gondolni, hogy én is megértsem? A 21. században ma már a fiataloknak feltétlenül szüksége van kreativitásra, kezdeményező képességre, ezek ilyen elcsépelt képességek, amit mindenhol mondunk. De azt gondolom, hogy a kritikus gondolkodás, a hatékony kommunikáció, az, hogy az együttműködésnek különböző fajtáit a gyerekek már az oktatás vagy az iskola kapuin belül megtanulják, ezek ma már elengedhetetlenül feltétlenül szükségesek. Óra keret nincs erre, tehát ezért kénytelenek vagyunk olyan tanórán kívüli tevékenységeket szervezni, mint például ez az ötletverseny, amivel lehetőségünk van, hogy ezeket a képességeket fejlesztjük a tanulóinknak. Ez valamennyi tanuló számára nyitott, tehát korosztálybeli megkötés nincsen? Nincsen, sőt arra törekszünk, hogy ezek a tanórán kívüli foglalkozások különböző korosztályokban jelen legyenek. Most ezen a projektindítón is 9-esek, 10-esek, illetve 11. évfolyamosok is részt vehettek. Mekkora projektről van szó? Közel 150 gyereket mozgattunk meg. Nagyon nagy élmény volt, nagyon nagy hangulat volt, és azt gondolom, hogy mind a szervezők, mind pedig a tanulók számára egy felejthetetlen élmény volt. A szakkör, ez egy rendszeres dolog, ugye, az ő életükben? Hát amikor van lehetőségünk, akkor igen. A pályázat, az Innomate pályázat, ez egy 3 lépésből álló pályázat. Az első lépésre volt az ötletverseny, ez tulajdonképpen egy projektindító, kezdcsináló rendezvény volt. A második lépés lesz az Innomate klub, amiben már kiválasztott gyerekek kerülhetnek be önkéntes jelentkezési alapon. Ez február elejétől május közepéig fog tartani, itt már a saját ötletükön dolgozhatnak a diákjaink, és a végén, június elején pedig remélhetőleg a budapesti döntőn eredményesen fogunk részt venni. Igen. Bocsánat, talán ha annyit hozzá tehetnék, hogy mi azért szeretjük ezeket a projekteket, mert komplex a szemlélet. Tehát nem elvárásokat fogalmaznak meg pusztán, hanem lehetőségeket teremtenek a pedagógusoknak is. Mivel Zsuzsa csak már a gyerekek részéről beszélt, de mindezt megelőzte Budapesten egy nagyon komoly és intenzív felkészítés. Tehát a pedagógusok olyan eszköztárat kapnak, amit nagy biztonsággal tovább tudnak adni. És az is öröm az Rinyiben, hogy több ilyen projektünk fut, például ugye egy interregionális projektünk a Megakommal közösen, és így egyre több pedagógus és egyre több gyerek is részt vehet ebben. Például a Megakomos projekt az már angol nyelven fog a végkifejlete játszódni, tehát hihetetlenül érdekes, és sokféle kipróbálásra ad lehetőséget mind a pedagógusnak, mind a tanárnak. Nagyon komoly szakanyagokat kaptunk, és lehet, hogy most csak ez a néhány gyerek fog benne részt venni, akik majd a klubfoglalkozásokon rendszeresen részt vennek, de én azt gondolom, hogy egy belső tudás megosztással ezt bárki továbbiheti az iskolában, tehát ilyen szép diszemináció lehetősége benne van. Akkor valami születhet is így most ebben az időszakban az Rinyiben. Még annyit mindenképpen szeretnék megkérdezni, hogy mi lesz június után? Tehát ugye a program lezajlik, tehát elképzelhető, hogy ez a szervezet, akinél ugye most is pályázni kellett, hogy valami hasonlót újra kitalál, és akkor lehet folytatni ezt az utat? Azt nem tudom, hogy kitalálnak-e, az viszont biztos, hogy az intézményünknek a hitvallása, hogy mindenféleképpen új korszerű módszereket, versenyképes oktatás jegyében, úgynevezett jó gyakorlatokat bevigyünk az iskola falain belül. Én azt gondolom, hogy mint az intézmény vezetősége vagy igazgatónő hitvallása garancia arra, hogy
hogy ezeket akár osztályfőnöki órák keretében, akár más óra keretében mi tovább visszük, és azt gondolom, hogy ez Rinyinek a szellemiségét ismerve nem csak az iskola falain belül, hanem az iskola falain kívül is ezek utat nyernek, ezek a jó gyakorlatok majd. Talán még van arra időnk, hogy azt megkérdezzem, hogy kapcsolattartás, tapasztalatcsere azokkal az iskolákkal, akik szintén benne vannak ebben a programban. Működik-e? Lesz-e ilyen, Zsuzsa? Lesz. Feltétele is volt a pályázatnak, hogy ez a 6 iskola nagyon szorosan kapcsolódjon különböző csoportokban, illetve szakmai rendezvényekben, szorosabban 3-3 intézmény, de a tapasztalatokat mindenféleképpen szeretnénk átadni, szeretnénk az adott intézmények helyi kontextusára adaptálni, úgyhogy reméljük, hogy egy nagyon hatékony és nagyon, nagyon jó kapcsolatépítési lehetőség is lesz számunkra. Hát ehhez is kívánok sok sikert, és az iskola további életéhez is jó munkát önöknek.